jednom odleteće ptice, ulice naše ostaće bez sunca. Čovek ispratit će ženu, dugo na vetru, on stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života, na rastanku srce samo kaže, ja ću se vratiti. A sad adio, a sad adio, i ko zna de, i ko zna kad. A sad adio, a sad adio, i ko zna de, i ko zna kad. Nézd, Gyurcsa, mit dobott ki a gépünk? Történelem.
Jóval ne nassza az élete és munkássága. Megkérem a versenyzőket, beszéljük meg egymással a témát, vagy pedig adjon a számon tudásokat. A felkészülés idő 30 másodperc. Hűha, ez egy szár volt. Akkor életet fogja róla valami. Te tudod valami? Csak annyit, hogy tűnő volt a mellék neve. Tudod-e, hogy mikor ért? Sajnos nem. Kívánnak a segítséget kérni. Mint tudja, több lehetőség van arra, hogy segítséget legyenek. Igen, igen, persze. Kérjük a közönség segítségét. Kérem lehetőséget az a személy, vagy azok a személyek, akik érdemben tudnak versenytőnek segítséget nyújtani. Magyarországon a Mohács csata után, amelyet a király felelezett, teljes káosz uralkodott. A nemesség azoktól az ország sorsa függött, összetartás helyett egymáson ugrottak. Így lett Magyarországnak egyszerre két királya is. Ebben a pillanatban bukkant fel a szertőzőnek, a legrejtelmesebb alakja is, akinek csak élete utolsó 10 hónapjára vannak biztos adatai. A kivalt Iván Nenár, ahol a Csél Iván, esetleg a Fekete Iván cár mai napig vitatott ég. Maga a négy jelenése, a szóbeszédet váltunk ki az emberek kövére. Sötét bőre és sas tolla volt, jobb szemére pedig volt. Állítólag, halántékától talpáig, sötét színű, a negyen húzó. Értékes adatokat hallottunk. A zenek beszámolójáért felsenytői több pontot kapnak. Figyelem magam, hogy nem tudtam semmit távol tulajdonolni. Otthon majd utána nézek, hogy ki volt ő. Engem Szopolyai János értetelmezem. Meg azt nem szabad elfelejteni, megkeresni, hogy hol uralkodom. Kedves versenyzőink, most átérünk a következő témakörre. Az pedig... Nézzük csak, mit dobott ki a vészes? Az ember. A szerd 4-4-es. Megkérem a versenyzőket, beszéljük meg egymással a témát, majd pedig adjanak számon tudásokról. A felkészülési idő 30 másodperc. Ez megint lesz. Nekem csak az a dal jut eszembe, amit a rósokat néhát, hogy a megadtálva. Szeretnék segítségül hívni az egyik barátnőmet. Egy oké, okay, de tud-e valamit az elemkertőtől? Remélem. Ahogy beszélgetésükből hallom, önök bizonytalanul saját tudásukban. Ismét segítséget igényelnek. Kit hívjunk ide közé? Valentinát és sokkal. Stefan Szalán Mokrács 1856-ban született, Negocinba Mokrányát nevet egy kisfalról, Mokrányáról lette át, ahonnan édesapja származott. Már általános iskolás korában kitűnt néptal énekléssel társai közül, valamint a Negocini templomban egyházi énekeket tanult, melyek később neki köszönhetik megmaradásukat, mivel lett. Povela jegela ba konya na vodu, jedno brato boga, drugo vojno boga, jedno brato boga, drugo vojno boga. Barokkori festés munkásságban. Megkérem a versenytőket, beszéljük meg egymással a témát, majd pedig adjanak számos tudásukról. A felkészülés idő 30 másodperc. Igen. Még ennyit sem tudok. Én sem. Tényleg kezdtem el magam
segíteni. Megint valakit meg kell kérni, hogy segítsen. Szerintetünk valaki valamit erről a festőről? Eddig még a nevét sem hallottam. Vannak az osztályban többen, akik rajta feszítetre járnak velem. Talán ők tudnak valamit. Ha jól értettem, amint itt egymás között beszélgettek, önök azt szeretnék javasolni, hogy kérdezzük meg azokat, akik érdeklődnek a festészet iránt. Igen, igen. Tehát akkor kedves közönségünk, kérjük azok jelentkezését, akik tudnának segíteni versenyzőinknek egy nagyon nehéz képzőművészeti témában. Teodor Ilyi Csessel munkássága a téma. Á, ott van három jelentkező is. Szuper! Kérem mutatkozzanak be! Szívőszer vagyok. Felkérem önöket, hogy tudásos legyen, hogy az a segítségünknek. A rajcsoporton Teodor Ilyich és Járló tanultunk. Az utcánkat róla nevették el. Jó lenne, ha többet tudnak róla. Ez az évtized nagyban hadban született, valószínűleg csúrgatott. A magvetők többnyire neves egyházi személyekről, ezek előtt a polcikon bebizonyította, hogy a rajz mestere is jól van. Kihasználat meleg is gyengít, legtöbbször rózsaszín és okrém árnyékolással, nagyon sokszor vékony feszítítette a dolgozat, az állítás is áttetsző légyes. Péterén feszítmikon osztált 77 kisebb-nagyobb mikrofonból állt. 1916-ban megszabadulták a képeket, és állami védettség alá helyezték ezeket a cikonokat, mivel az elvégezi ikonosztázó közé sorolja őket folytaságban. Csessiel 47 éves korában ért a halál, így nem tett nem. Versenyzőink ismét összpontot kapnak. Nem gyarapodnak a porcsaink. Meg a listám is egyre hosszabb lesz. Most is három dolgot írtam fel, amit meg fogok majd írni a nekem. Kedves közönségünk, kedves versenyzők, most átszívünk a következő témakörre. Az pedig... Nézzük csak! Mit dobott ki a gép? A képzőművészet után irodalom. Danilo kis munkássága. Megkérem a versenyzőket, beszéljük egymással a témát, majd pedig adjon a számot idáltatot. A felkészülés után 30 másodperc. Daniló kis, ez nem magyar író? Az osztályban is van két olyan diák, akinek a vezeték neve kis. Ez egy szerb író, és miért találhatna a vezeték neve kis? Ahogy van egy tudat a valósít rendjében tűnne, hát még ebben érzem, hogy van megkapszok a képeket. Legalább az életrajzát is megnézte? Sajnos nem. De már tudom, hogy ki fogunk segítségről nézni. Vannak az osztályban párat, akik nagyon szeretnek olvasni. Ne adják ilyen könnyen fel! Tudják ezt maguk egyedül is! Mégis a segítséget szeretném kérni. Rendben! Jöjjön hát a segítség irodalomból! Kérem mutatkozzanak be közösségünknek! Én... Édesapjam kis Ádám, magyar származású zsidó, édesanyám szóval tehető. Zsidó származása miatt második számú idei Magyarországon alapított. Hát, hogy kezdtem az édesapja tanítani a magyar nyelvet. Apját azonban hamarosan elhúzolták Auschwitzba, ahol a többi nem tér vissza. Ezek után tekintébe költöznek Danilo, ott érettségizik, majd Belgrádi Egyetemen volt irodalom tanulása. Diplomálása után utazgatott rektorként dolgozik irodában. Rózsájában mindig visszatér a szomorú gyermekkor, az elhúzott apa hiánya. Erről szólt a Fövenyóra című regénye, melyből 2007-ben filmet is volt. Önök ennyi mindent tudnak Danilo kisről. Fantasztikus! Versenyzőink csupa összpontos eredménnyel dicsekednek a segítségek jó voltából. Hát igen, a segítségek jó voltából. De legalább jó eredményünkben. Meg a mi házi feladat listánk legfeljebb hoztam. Most is három dolgot még írtam fel magamnak, amit feltétlenül meg kell nézni a nekem. Kedves közönségünk, kedves versenyzők, most áttérünk a következő témakörre. Az pedig...
arról fogunk majd beszélgetni. A filmről, illetve a Jubics a Szamádi rendező munkásságáról. Megkérem a versenyzőket, beszéljünk meg egymással a témát, majd pedig adjanak számot tudásokról. A felkészülési idő 30 másodperc. Amikor azt hallottam, hogy a következő téma a film. Azt hittem, hogy most kibeszélgethetjük magunkat a kedvenc sorozataitól. Én arról sem tudom túl sokat mesélni, de Jubics Tamásról sem. Én valamit sem hallottam. Önök hölgyeim nem nézek mozifilmeket vagy művészfilmeket? Mozifilmeket? Művészfilmeket? Nálunk még csak mozi zsír. A Kábel TV-nek, ha összeadnám, legalább 100 sorozat megy. Igazatlan, de akkor hogy adjuk meg ezt a feladatot? Egyszerű, segítséget kérünk. Vigyázzunk el ezekkel a segítségekkel. Lassan, mert minden segítséget felhasználunk, aztán a végén egyedül marad egy mobili mászra. Kérem, hölgyeim, koncentráljanak! Ne adják fel ilyen könnyen! Tudják ezt maguk egyedül is! Mi mégis inkább segítséget szeretnénk kérni. Rendben. Jöjjön hát a segítség a filmművészetből. Ha nem bánom, ebben én is segítek maguknak. Kérem, mutatkozzanak a közönségünknek. Meddig kell még itt ülnöm? Kérem, kérem egy fiatal ember. Megváltozott a cél, amit ezzel húzom. Hát akkor úgy tetszett meg? És mit összúrott? Hát biztosan nem attól, hogy minden rendesen. Rendesen, kiben működik minden rendesen. Nézze meg én, hány éve vagyok ezzel. És ezért kérdez azt kérdezni, hogy talán kap egy dolgot, hogy mi van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.